akár már júniusban megnyílhat az új fitnessklub a MOM Sportban. A világon egyedülálló földrajzi hely meghatározó rendszert fejlesztett ki a magyar rendőrség. Jánya vitárlatvezetést biztosít hallássérült látogatóinak a Szép Művészeti Múzeum. 19 óra van, jó estét kívánok, hegyvidéki híreinket látják. Akár már júniusban megnyithatja kapuit a MOM Sportcsarnokhoz tartozó közel 3000 négyzetméteres fitness-wellness részleg. A hegyvidéki önkormányzat által üzemeltetett MOM Sportcsarnok meghirdette már az épülethez tartozó terület bérbeadási pályázatát. A leendő albérlőtől azt várják, hogy Budapest egyik legszínvonalasabb fitnessklubját üzemeltesse, jó minőségű szolgáltatást nyújtva. Megjelent a MOM Sport területén található fitness-wellness részleg nyilvános bérleti pályázata. Szigorú feltételeknek kell megfelelnie a leendő bérlőnek, de éppen ettől várja azt a hegyvidéki önkormányzat, hogy Budapest egyik legszínvonalasabb fitnessklubja működhessen a sportcsarnokban. Több mint 2700 négyzetméter az a terület, amit mi hasznosításra kínálunk, bérbeadásra egészen pontosan. A majdani bérlőnek ki kell tudnia fizetni a havi minimum 13 ezer eurót, a több mint 3600 euró közös költséget, és azt a rezsit, amit a tevékenységéhez ő fölhasznál. Kizárólag az adhatja be a pályázatát, aki a pályázati anyagot megvásárolta, és a kiírás feltételeinek április 15-éig maradéktalanul eleget tesz. A bérleti pályázatot a MOM Sportcsarnokban lehet megvásárolni. Óriási az érdeklődés, ami számomra nem meglepő. Azért nem meglepő, mert ez az egyik legjobb adottságú fitness létesítmény szerintem ma Budapesten. Így a szakmának a színe java be is nyújtotta az igényét, legalábbis a pályázat megvásárlása formájában. Éppen egy beszélgetésről jöttem, amikor is megtekintették a létesítményt, bár meglepően jól ismerték azok, akik éppen érdeklődnek, és elvitték a pályázati csomagot. A fitness-wellness részleg kiváló adottságokkal rendelkezik. A hegyvidéki polgárok szívesen jártak ide edzeni. Most különösen érzékelhető, hogy üres a létesítmény, ez az óriási belmagasság. Vagy az, hogyha ott voltak régen a futóeszközök, a kardiogépek, egyfajta szabadságérzést ad, hogy kinézünk, mozgás van, zöld van szembe. Egyébként ennek a kialakítása is nagyon tetszetős, ez egy modern dizájnú létesítmény volt a korábbi üzemeltetőnél. Akik annak idején itt jártak, még az Egyesült Államokból is csodálkoztak, hogy egyrészt milyen mérete van ennek a fitness teremnek, és milyen nagyszerű szolgáltatást nyújtott. A következő bérlőtől sem várunk el kevesebbet, mint aki korábban itt volt. A leendő fitnessklub is hegyvidéki kártya elfogadó hely lesz. A hegyvidéki kártya itt is érvényes lesz, 10% kedvezményt fog nyújtani. Ezt előírtuk a pályázatban is. Április 15-ig lehet pályázatot beadni annak, aki megvásárolta a pályázati csomagot, ez 40 ezer forint plusz áfa. Letette a bankszámlánkra, átutalta a kauciót foglalót bánatpénzt, ami 1 millió forint. És megfelel a pályázati feltételeknek. Nagyon szigorú feltételeket támasztottunk egyébként, referenciát fogunk kérni, különböző igazolásokat, üzleti és marketing tervet, és annak a koncepciónak, ami itt megvalósul, illeszkednie kell a környezetbe, és a hegyvidékiek elvárásait is ki kell tudja szolgálni. Ha sikeres lesz a pályáztatás és eredményt tudnak hirdetni, akkor akár már júniusban megnyílhat az új fitnessklub a MOM Sportban. Hogyha a pályázatok értékelhetőek, hogyha tudunk eredményt hirdetni, ez legkorábban április 19-én történhet meg a kiírási feltételek szerint, azt követően 15 napunk lesz arra, hogy szerződést kössünk a nyertessel, majd 55 napja lesz arra, hogy elvégezze az általa szükségesnek vélt, a saját imidzsének megfelelő átalakításokat, föltöltse élettel, gépekkel. Tehát júniusban szeretnénk egy nyitást elvárni a következő üzemeltetőtől. A világon egyedülálló földrajzi hely meghatározó rendszert fejlesztett ki a magyar rendőrség. A közlekedés biztonsági rendszer lényege, hogy a balesetek helyszínét geokóddal látják el. Az adatokat pedig egy központi rendszerben rögzítik.
A feldolgozott információkat ezután egy elosztó pontra továbbítják. Ezáltal bármilyen internet csatlakozásra képes eszközzel elérhetővé válik. Így a közlekedők már időben értesülhetnek egy forgalmi akadályról, és szükség esetén másik útvonalat választhatnak. Egy európai uniós irányelv szerint a súlyos és halálos kimenetelő balesetek helyszíneit GPS koordinátákkal kell megjelölni. Magyarországon eddig is működött hasonló rendszer, azonban ez pontatlan volt. Így előfordult az is, hogy a rosszul megadott koordináták miatt Szerbia területére jelöltek be egy Magyarországon bekövetkezett balesetet. Most azonban a világon egyedülálló fejlesztésnek köszönhetően a helyszínelő rendőrök minden eddiginél pontosabban tudják rögzíteni a balesetekkel kapcsolatos információkat. Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága önálló költségvetéséből 286 okostelefont szerzett be. Ezeket alkalmassá tették arra, hogy a baleseti helyszíneket geokóddal láthassák el. Lényegében egy androidos alapon futó alkalmazást használunk. Ezen az eszközön rögzítjük a közlekedési balesettel kapcsolatos összes statisztikai adatot is egyébként, ott a helyszínen erre lehetőség van, és tulajdonképpen így ezek az adatok többször már nem kell, hogy akár számítógépen, akár kézírással, a statisztikai adatlapon x-eléssel, vagy bármilyen más manuális módszerrel megismétlésre kerüljenek, adott esetben hibázásra adjanak lehetőséget. Tehát tulajdonképpen a rendőr a helyszínen valamennyi a közlekedési balesettel kapcsolatos releváns adatot, amit statisztikai rendszerbe továbbítani kell, rögzíteni tud. A helyszínen összegyűjtött adatokat egy központi rendszerben valós időben rögzítik. Az információkat ezután egy elosztópontra továbbítják, így az autósok számára is elérhetővé válnak. Ehhez csupán egy internet csatlakozásra alkalmas készülékre van szükség. A rendőr a helyszínről a balesettel kapcsolatos olyan információkat el tud küldeni, ami a járművezetők számára fontos lehet, kellő időben megkapják, és van rá lehetőség, hogy azt az útvonalat adott esetben elkerüljék, vagy döntsenek arról, mert többek között ezt az adatot is továbbítjuk, hogy a baleset helyszínelésnek mennyi a várható ideje, tehát eldöntheti valaki, hogy esetleg beáll a sor végére és megvárja, még a helyszínelés véget ér, vagy egy másik útvonalat választ. A rendszer bemutató sajtótájékoztatón elhangzott, a végfelhasználók számára a szolgáltatás ingyenes. Hiánynyelvi tárlatvezetést biztosít hallássérült látogatóinak a Székművészeti Múzeum egy mobil alkalmazás segítségével. Az okostelefonra és táblagépre ingyenesen letölthető program április 1-e óta érhető el. Azóta több mint 125 készülékre töltötték le. A 90 decibel projekt kezdeményezése egész Európában egyedülálló. A kis QR kód beolvasásával azonnal az a hiánynyelvi videó fog neki felugrani, amelyik képről itt éppen szó van. Így működik az a program, amelynek segítségével a Szépművészeti Múzeum állandó kiállítását jelnyelvi tárlatvezetéssel követhetik a hallássérült látogatók. Jelen pillanatban a múzeum kollekciójából 150 kép érhető el QR kódon, illetve hát ebben az akadálymentes applikációban. Ezek a műtárgyak a legfontosabbak a múzeum számára, és azt gondolom, hogy aki végig megy egy ilyen túrán, egy nagyon markáns képet kap a múzeum állandó gyűjteményéről. A program használata egyszerű, menürendszere átlátható, ráadásul a tájékozódásban is segíti a hallássérült múzeum látogatókat. A letöltés után, illetve a program megnyitásával egy ilyen kép várja a felhasználót. Itt ki lehet választani a magyar, illetve a nemzetközi jelnyelvet. Nemzetközi jelnyelven sajnos még nem elérhető az alkalmazás, úgyhogy értelemszerűen a magyarba lépünk be. Itt van négy fő témakör, magáról a gyűjteményekről, az épületről, magáról általános információk, illetve van egy interaktív múzeum térkép. Mindenképpen tartozik egy úgynevezett QR kód. Ennek beolvasásával nem szükséges egyenként kikeresni a gyűjteményből a jelnyelvi videókat. A QR kódot a képek információs tábláján találjuk. Ez beolvassa a készülék, és automatikusan elindul a nyelnyelvi videó. Bonetz Ervin azt mondta, ebben a formában még nem volt példa hallássérülteket segítő múzeumi akadálymentesítésre. Többfajta kezdeményezést láttunk így a világban, konkrétan így Európában, az egyiket Bécsben, a másikat meg Londonban, de igazándiból mindegyik, mind a kettő egyfajta speciális eszközt igényelt, amihöz egy egyszerű mezei ember nem tud hozzájutni. A program fejlesztésekor ezért esett a választásuk a mindennapi életben
közéletben egyre inkább elterjedő okostelefonokra és táblagépekre. A kezdeményezők ugyanakkor azokra is gondoltak, akik nem rendelkeznek ilyen eszközökkel. Aki viszont nem rendelkezne okostelefonnal, előzetes regisztráció után a múzeum infopultjába tud kölcsönkészüléket igénybe venni, amelyre már rá van telepítve ez a szolgáltatás. A múzeum honlapján látható az az e-mail cím, ahol kérjük az előzetes jelentkezést. Az alkotások feldolgozása folyamatban van, ám a tervek szerint a munka akkor sem fejeződik be, ha az állandó gyűjteménnyel végeznek. Ebbe az évben elsősorban az állandó gyűjteményünket szeretnénk feldolgozni, mert mint mondtam, a régi képtárunk anyaga került most ebbe az alkalmazásba, de a többi egyiptomi modern antik gyűjteményt is szeretnénk belevinni az alkalmazásba, és majd utána következhetnek az időszakos kiállítások. A Szép Művészeti Múzeumban már korábban is kiemelt figyelmet fordítottak a fogyatékossággal élő látogatókra. Mert évek óta például a mozgáskorlátozott a kerekesszéggel be tudnak jutni a múzeumba, ez is én érdekes, hogy ez kérdés volt régebben, de való igaz, hogy kérdés volt, de körbe tudnak menni a kiállítóterekben, illetve vakoknak és gyengéllátóknak már 4 alkalommal időszaki kiállításainkat kísérve úgynevezett tapintható tárlatokat hoztunk létre, ahol a kiállított műtárgyak egy részét egy-egybe megmunkáltuk, és ezek kézbe vehető, tapintható műtárgyak voltak. És való igaz, hogy a siketek és nagyot hallók számára a múzeum még nem tudott ebben segítséget nyújtani. Bízunk benne, hogy a siketek és nagyot hallóknak a nagyon nagy része kedvet kap a múzeum látogatáshoz. A 90 decibel projekt Európában egyedülállónak számító kezdeményezése májusban az Egyesült Királyságban mutatkozik be a nemzetközi nagyközönség előtt. Leégett egy ház az Állom utcában pénteken kora este. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok átterjedjenek a szomszédos épületekre is. A 120 négyzetméteres ház azonban lakhatatlanná vált, ugyanis 80 négyzetméter teljesen kiégett. Az anyagi kár akár több 10 milliós is lehet. Az épületből egy embert enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba szállítottak a mentők. A tűz okát még vizsgálják a szakértők. 17-es oldal, B4-es, B4-es. Most a 3-7 előtt pár perccel kapta a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság ügyelete a jelzést, miszerint a 12. kerület Állom utcában egy családi ház tetőszerkezete égett. A jelzést leadták az első, illetve a második kerületi tűzoltóságoknak. Ők megkezdték a vonulásukat, három teljes sajjal, illetve a második kerületben található önkéntes tűzoltó egyesülettel. A jelzett helyen 120 négyzetméteres embertű, könnyű szerkezetes családi ház, 80 négyzetméteren három helyisége kiégett, illetve a tetőszerkezete kiégett. A rajok 4 darab habosított C-sugárral a tüzet eloltották. A helyszínen a mentősök 2 személyt megvizsgáltak, egyikőjüket kórházba szállították, a másikójuk pedig saját felelősségére a helyszínen maradt. Tájékoztatjuk kedves nézőinket, hogy április 9-én kedden az ország valamennyi okmányirodája zárva tart. Magyarország uniós kötelezettségeinek teljesítése érdekében végrehajtandó verzióváltással egybekötött informatikai karbantartás miatt. Azokat az ügyfeleket, akik április 9-ére időpontot foglaltak a 12. kerületi hivatal okmányirodai osztályára, az okmányiroda a bejelentkezéskor megadott telefonszámon tájékoztatja az ügyfélfogadás szüneteltetéséről, valamint új időpontot is felajánl a lehető legközelebbi dátumra. Azoknak, akik az ügyfélkapun keresztül foglaltak április 9-ére időpontot, a közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatala a regisztráció során megadott e-mail címre tájékoztatást küld. Híreinket visszanézhetik a www.hegyvidéktv.hu weboldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!